Szervusztok! Csütörtök este van, 2023. december 14-én, azaz 10 nap múlva szent este van. És azt hiszem, hogy már egyre többen erre készültök, sőt, úgy gondolom, hogy néhányan ma futballmeccset is néztek, de akár a futballmeccs is megnézhető utólag, akár a ma esti adás is megnézhető utólag, a Palotás Szubjektus Facebook oldalamon, illetve Palotás János YouTube csatornáján. Ugyanakkor kérdezni csak ilyenkor tudtok. És az az én reményem, hogy ma este is a mai előadás, a ma esti Duma Party párbeszéd is inkább, leginkább arról fog szólni, amit kérdeztek. De szokásunknak megfelelően szeretnék egy verssel indítani, amit Szabó Ferenc költő, egyfajta humanista, aki zászlósak is nevezi önmagát, mert azzal járja az országot, és hívja föl a figyelmet arra, hogy a magyar társadalomnak szerintem fel kell ébredni. És miután megtisztelt azzal, hogy a saját versét saját előadásában elküldte nekem, én úgy gondolom, hogy ma este a gyülekezés ennek kapcsán történjen meg, és üljünk le minél többen ahhoz a bizonyos számítógéphez, telefonhoz, ki miről nézi a szokásos esti adásokat is. Tehát kérem, hogy hallgassátok őt meg, továbbra is kérem, hogy csak kérdésre használjátok elsődlegesen a hozzászólás lehetőségét, amit ilyenkor megnyitok. Az üdvözléseknek legyen kölcsönös, legyen egyértelmű mindenki számára. Nem gondolom, hogy az olyan fontos lenne, ugyanakkor nehezíti az adásvitelét. Tehát köszönöm annak, aki már itt van, már látom 75-en ott ültök a adásnál, és hallgassuk meg Szabó Ferenc barátomnak a saját versét, saját előadásában. Szabó Ferenc a zászlós Ehonban. Hányan öltöttek török kaftánt, labanc ruhát, jelölik meg magukat ma is csillagokkal Ehonban. Hányan vannak hagyományőrző ruhákban, falovon ülve, éneklik hazánk fájdalmát ma is hamisan Ehonban. Hányan vannak élősködők, ma is lopva nyelvünket beszélők, Vörös Marti, Petőfi, az aradi kötél nekik semmit nem jelent Ehonban. Hányan vannak, kiknek Trianon nem vérző ebb, áritusként isszák vérünket, ma is nyíltan szidják hétvezérünket Ehonban. József Attila, ki magát feszítette keresztre hazájáért, szárszón nem a mi vonatunk ment át rajta keresztbe Ehonban. Radnóti bűnös hazáját, szülőföldjét szidják, ki halálmenetében is áldott, kit hamis történelmünk csak taposott, nekünk mégis menedék, ma is a lelke Ehonban. Adiról nem is beszélek, kinek fájdalma Trianont nem élhette meg. Kezet fogott ma mégis ekkorral, melyben a nép egyenlő a porral. Ma is átölel bennünket aszúák karokkal, Ehonban. Hányan vannak még nagybetűs nevekkel, kisbetűs emberek, kiknek neve névtelen, magyarságunk végtelen Ehonban. Vas Albertről könnyek nélkül nem beszélhetünk. Kérte még életében hazáját, nem fogadta be. Ki nemet mert hitványan mondani, ma is itt él, hazáját árulva, Ehonban. Kik fejet hajtanak, fájdalmat színlelve, 56 áldozatai előtt, ma is Júdás keresztét vetve Ehonban. Hányan vannak közszolgálatban, ma is hűen szolgálva, törvény tiporva bankokat Ehonban. Hol vannak ma a nemzet árulói? Hogy néznek ki? Milyen ruhában járnak?
ma is árulják hazánkat. E honban. Tudjuk, kik ők. Hisz velük együtt élünk, fájdalmunkon élősködnek. Minden nap kerékbe törnek, ma is minden nap ölnek. E honban. Padlóra került az ország. Gyilkosunk lehet minden nap, a hajnal, az este. Váratlan kiadások közepette, nincs nap kelte, e honban. Ítéletet sorsunkról mi mondunk közönnyel, tudat alatti gyönyörrel, miért gyilkoljuk nemzetünk, e honban. Nincs itt szó külső ellenségről, bennünket belülről rág, az összefogás nem létező gyilkos férge, ma is, mint évszázadok óta, e honban. Ne higgy a szónak, cselekedj. Tedd, mit szíved mond, a hazával vagy ma is egy, e honban. Ma még ég a pipám, van benne dohány, de holnap nincs bizomány, trafik mutyi füstkarikám, elég, elég lángol hazám, e honban. Hát, elmúlt 6 óra 1-2 perccel, gondolom tanulságos ez a vers, Szabó Ferencnek ezt a verse, és jól láttátok. Alul mintegy 20, nem számoltam meg, ismert arc futott végig a képernyőn, elsődlegesen nekik és a hozzájuk csatlakozó, az Orbáni bűnszervezet ma már azt gondolom talán több tízezer tagjának szólt elsősorban ez a vers, nekünk pedig egyfajta gondolatébresztő volt. Hát nem tudtam több embernek az arcát oda készíteni, meg hát talán fölösleges is lett volna, de majd ahogy arra az este folyamán mindenképpen kifogok térni, minimum egyébként ott volna a hely annak a 132 parlamenti képviselőnek, Fidesz-KDNP képviselőnek, és annak a 6 Mi Hazánk mozgalom képviselőjének, akik ma ennek a bűnnek a működését alapvetően lehetővé teszik. Jól láttátok Dúró Dórát és Novák Elődöt is a futóképen, mert voltak éppen egy percig se legyen senkinek a számára kétséges, hogy ők minden szempontból, ha úgy tetszik, akkor a Fidesz-KDNP stílusához, személyéhez, lehet mondani azt is egyébként, hogy zseppártyuk, vagy bármi esmi. Nem biztos, hogy így van, de hogy egyek. Ezből adódóan például, hogy bármikor megvásárolhatóak, és meg is vásárolják őket kormányzati oldalról. Ebbe ez az én véleményem, a leghatározottabb véleményem, hogy ebbe én alapvetően biztos vagyok. Megjelentek az első képek, mégis engedjétek meg, hogy pár mondat erejéig a Nap híréről beszéljek. A Nap híréről, amelynek még nincs igazi kifejtése, hiszen nem kaptuk meg a tájékoztatást arról, hogy a Brüsszelben 2 napra tervezett, tehát a mai és a holnapi napra tervezett Európai Uniós csúcs találkozón. Valamit megpróbálok nektek elindítani, de nem biztos, hogy sikerül, de sikerült. Csúcs találkozó, amely könnyen lehet, hogy 3. nap a szombatban, vagy akár a vasárnapi napban is át fog húzódni. De mégis annyit már tudunk, és az első képek, amit ti is láttok, az megjelent, hogy ez a csúcs találkozó Magyarországról, egész pontosan az Orbáni rendszerről, egy Orbáni szörnyetegről, egy diktatúrának, egy zsarolónak, egy az egész Európai Unió zsaroló személynek a fellépéséről szól. Ritka dolog, higgyétek el, az Európai Uniót, mikor megalapították, az alapítók nem gondoltak arra, hogy mondjuk a legnagyobb sajtóértekezlet egy az Európai Unió vezetőinek csúcs találkozóján a legnagyobb sajtóérdeklődés egy bűnözőnek fog szólni.
De nézzétek meg, látjátok a képen. Brüsszelben ez úgy működik, hogy van ez a paraván fal, hosszú egyébként, sokkal hosszabb, és amögött vannak a különböző újságírók, akik meg tévériporterek, akik, mint látjátok a képen, benyújtják a mikrofonjaikat, megpróbálnak távolról hangosan kérdezni, és aki vállalja úgymond a sajtótájékoztatót, azon állam és kormányfők, azok egymástól 4-5 méter távolságba odaállnak. Van egy olyan pillanatkép is a futó videó részletben, itt most látjátok, érted, ebben a pillanatban, amikor egy másik kormányfőt is látok, aki elé egy mikrofon hajlik be, és Orbán Viktort hallgatja, nézi, nézi a félvilág, hogy tényleg igaz-e, hogy ennek a kis országnak ez a kis embere, ez az egyébként emberileg senki, gazember egész pontosan, képes-e és milyen mértékig lesz képes egyrészt zsarolni az Európai Uniót, ez a kisebb dolog, hogy pénzé zsarolom. A nagyobb, hogy a hatalmában zsarolja. Zsarolja abban is, ami számára az unió szempontjából meghatározó jelentőségű, zsarolja a biztonságát. Az Európai Unió biztonságáról ugyanis mind a többi 26 tagállam pontosan tudja, hogy az Putyin elnök, akit láttok a képen Orbán Viktor hátán, hogy Putyin orosz elnök az Európai Unió biztonságát, a világbiztonságát is, de elsődlegesen az Európai Unió biztonságát fenyegeti. És ez az a gazember képes ebbe az épületbe a hátán bevinni egy orosz agresszort, annak minden mondatát óráról órára, percről percre megismételni, elmondani, belenéz a kamerába, nincsen problémája vele. Belenéz a kamerába, és ott mondja el a Krem szavait. Ott mindenki számára. És ezt kell az embereknek hallgatni, ezt kell látniuk, és ezzel kell szembesülni az uniónak. Én nekem meggyőződésem, hogy az Európai Unió tagállamainak lenne eszköze, van hatalma ezt az embert onnan akár két lábbal fölemelve kidobni. Nem tudna tenni semmit. Teljesen mindegy elméletileg, hogy az unió szabályait ez most sérti vagy nem sérti. Semmi más nem tehetne, hogyha őt kidobnák onnan, és most ezt értsétek szó szerint is, bár ettől eltérő valódi jogi eszközei is vannak az Európai Unió tagállamainak, amivel egyszerűen nem értem, hogy miért nem él. De ha simán kidobnák, és ki már nem engednék be a terembe, és szavaznának nélküle, és döntést hoznának nélküle, és a döntést, amit nélküle hoznak meg, ami elvben sérti az Európai Unió alapszerződését, alapszabályait, azt egyébként az Európai Unió bizottsága ugyanúgy végrehajtaná. Ez ugyanis Orbán Viktor mindennapi gyakorlata. A hétnek egy eseménye, majd külön fogok róla talán beszélni, ha kérdések is kitérnek rá, a szuverenitás védelmi törvény. Bűncselekmény. Maga a törvény az abban leírtak, még a büntetőtörvénykönyv tényállását is kimerítik. Ez a leghatározottabb szakmai véleményem. Egészen biztosan az Európai Unió bíróságán valamikor meg fog bukni. És ott, ha még akkor az unió tagjai leszünk, akkor kötelezni fogják a magyar kormányt, hogy ezt a szervezetét szüntesse meg, ezt a törvényét egy az egyben ne javítsa, helyezze hatályon kívül. De ez 3-4 év múlva lesz. És addig az Orbáni rettenet, ez a bűnszervezet gond nélkül zsarolja a magyar társadalmat, a választópolgárokat, elcsalja a választásokat, megbüntet embereket, kordában tartja a médiát, és minden egyéb területén visszaadja hatóságaival, és akkor majd 4 év múlva, mint ezt tette már több törvény esetében, az Európai Unió bíróságának döntése után hatályon kívül helyezi. De addig élt vele.
Ugyanezt meg lehetne vele szemben is tenni. Ha semmi más nem jutna eszébe, jogilag állítom, hogy rengeteg jogi és gazdasági eszköze is van, nyugodtan megtehetné, és még indokolni is tudná az Európai Unió másik 26 tagállama, mert azt tudnám mondani, hogy Orbán Viktor a zsarolásával, az előállításával, a mindennapi tetteivel, sorozatban az Európai Unió alapszerződésének számtalan pontját megszegi. Márpedig a szerződés szegés esetén az egy egyenes következmény, hogy ebben az esetben a másik fél azt mondja, hogy a rám vonatkozó szabályokat sem fel kell betartanom, különösen azokat, amelyben te, mint szerződés szegő zsaroló, engem zsarolsz. Tehát a károkozás minimalizálása érdekében ez is a jognak egyébként egy nagyon fontos eleme. Egyszerűen figyelmen kívül hagyom, hogy neked ebben volna vétójogod, volna szavazati jogod, hiszen nem a jogot, nem a jognak megfelelően gyakorlod, hanem a visszaélés jogával és a joggal való visszaélés egyébként a nemzetközi jogban is szegésnek minősül. Hát ezt a bevezetőt szerettem volna mutatni nektek, hogy nézzétek, ott vagyunk az Unióban, csak mi ránk figyel, de nem azért, mert Magyarországnak két Nobel-díjasa lett idén, nem azért, mert a magyar társadalom és a magyar emberek csodákra is képesek, hanem azért, mert a magyar emberek hibájából, a mi hibánkból, el kell mondanom, vannak mentségeink, de alapvetően a mi hibánkból egy bűnöző, a hátán egyébként Putyin elnököt behordva, egy bűnöző ott lehet az Európai Unió legfelső csúcs szervezetének csúcs találkozóján, veszélyeztetheti a világot, veszélyeztetheti Magyarországot, veszélyeztetheti az Európai Uniót. Hát úgy gondolom, hogy ma ennyit, mert azért a következő napokban ebben a témában egészen biztosan fogunk egymással találkozni. És hát jöjjenek a kérdéseitek. Szabó Ferenc Tamás kérdése, hogyha az EP képviselők nem pártokat képviselnek, akkor nem kellett volna a fideszes képviselőkkel is aláíratni a beadványt. Én lájkolnám, ha úgy tetszik ezt a kérdést, nagyon szépen köszönöm egyébként, köszönöm Tamásnak, de igen. Azt gondolom, hogy nekik jelentkezniük kellett volna, hogy ők, ne a nyolcon kívül, ezt a beadványt ők is alá akarják írni. És már gondolom, Tamás nem gondol a kérdés feltevésekor, ha mégis, akkor tényleg a legnagyobb tiszteletem az irányába, vagy elismerésem az irányába, de tudjátok, maga a beadvány az alapvetően arról szól, hogy Magyarországon a magyar állampolgárok azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió bizottsága és jogi szervezetei, jogi lehetőségeivel élve segítse elő, hogy minden magyar állampolgár, értsétek, minden magyar állampolgár a szabad választás szabályai szerint tudjon szavazni. Maga a beadvány arról szól, hogy azt ellenőriz bizottság, és azt követelt ki a magyar államtól, hogy minden magyar állampolgár a választást megelőző hónapokban felismerhesse az érdekeit, és a felismert érdekei szerint mehessen el szavazni, adhassa le a szavazatát, és a szavazatának a súlya az arányosan a végeredménybe bekerüljön, és ennek megfelelően a magyar nép akarata jelenjen meg a választás végeredményében. Hallottátok, ebben a mondatban ez van egyébként leírva. Tehát hallottátok ebben a mondatban azt, hogy ellenzék vagy Fidesz, hanem arról szól, hogy a minden magyar állampolgár, azaz, ha ez a helyzet megvalósulna, és nem volna eltorzítva a választási környezet, elvben nem lehet kizárni, hogy ebben az esetben is valamilyen általam nem ismert oknál fogva, még mindig akár a magyar társadalom többsége, ha nem is kétharmada, de mondjuk többsége,
az Orbáni rendszer fenntartása mellett adná le szavazatát. És akkor ezt nekünk tudomásul kellene venni. Mert ha az Orbáni rendszerrel leadott szavazatok úgy születtek meg, hogy előtte a magyar állampolgárok, a választópolgárok felismerhették a saját érdekeiket, majd úgy döntöttek, hogy többségében úgy döntöttek, hogy az Orbáni rendszerre szavaztak, joguk van rosszul szavazni. Ezt tudomásul kell venni. Erről szól a demokrácia. Az én hitvallásom, az én panaszom az ma arról szól, hogy el van torzítva. A beadvány is erről szól. El van torzítva az információs környezet, ezért nem biztos. De nem lehetetlen, hogy aki Orbán Viktorra, a Fidesz-KDNP listára, vagy a Mi Hazánk mozgalomra adja le a szavazatát, az nem biztos, hogy tudja, hogy ez jó-e, vagy azon a döntés adta, hogy fölismerte az érdekeit, és valamilyen oknál fogva, tudok ilyeneket mondani, úgy gondolja, hogy az ő érdeke, hogy erre a bűnszervezetre szavazzon. Hát gondoljátok csak bele, ott futott a vers alatt Rogán Antal, Lázár János, Dúró Dóra, Novák Előz, stb. Tehát ott futottak Szijjártó Péter, nagyon sokan, ugye, akik ott voltak egyszerben. Ők ma milliárdosok. Egyébként meg valószínűleg valahol, nem tudom én, adminisztrációs feladatot tudnának ellátni a képességeik alapján. Tehát valamiben mutatja is, hogy 2010 előtt, bár már részt vettek a megelőző évtizedek Fidesz-KDNP korrupciójában, sajnos abban nem csak ők vettek részt 1990 óta, 98 és 2002 között például ugye a Fidesz Orbán Viktor vezette első kormányzásával, amikor látta a két fordulós volt még akkor a választás, hogy minden bizonnyal elveszítette a hatalmát, gyorsan a magyar mezőgazdaság, agrárgazdaság, amely akkor Európában élenjáró volt, 13 leggazdagabb és legmeghatározóbb állami gazdaságát, saját magának ugyanúgy, mint azóta a további állami vagyonokat kifosztotta és eltette. Úgyhogy már volt anyagi háttere, de nem akkora, mint most. Akkor még nem vett el az autópályáinkat, repülőterünket, telekommunikációnkat, kastélyainkat, műemlékeinket, egyetemi épületeinket. Attól még nem fosztották meg akkor Magyarországot. De sehol nem voltak ezek az emberek. Sehol nem volt Orbán Viktor lánya sem, veje sem, ugye egy kis inkább kis és középvállalkozást vezetett ebben a rendszerben. Úgyhogy ezt kell látni, nem az ő számukra, akik arra számíthatnak, hogy jobbik esetben nem mennek börtönbe, ha Magyarországon ismét rendszerváltásra kerülne sor, szerintem a döntő többségüknek, majdnem mindegyiküknek, akik a képen futott ott a helyük, de hogy nem mennek börtönbe, de hogy vagyonelkobzásuk lesz, ami Magyarországon van, az másképpen egyszerűen nem is működhetne. Hát természetes, hogy az ő személyes gazemberi bűnözői érdekeik azt szolgálják, és ebben nagyon sok vidéki kis polgár, fideszes polgármester, fideszes önkormányzati képviselő, állami vállalatoknál stb. Lévő fideszes vezető, kormányhivatali vezető, középvezetők is, a tankerületnél dolgozók döntő többsége. Hát nem abban a pozícióban van most, hanem sokkal magasabban, amihez a tudása predesztinálta volna. Ők minden bizonnyal akkor is az Orbáni rendszerre szavaznak, hogyha egyébként felismerhették az érdekeit, mert ez az érdekük, nem akarnak börtönbe menni, és nagyon megfelel nekik, hogy az élet színvonaluk sokszorosa, mint egyéb lenne. Úgyhogy nagyon jó volt a Tamás kérdése, és igen, a fideszes parlamenti EP képviselőknek is jelentkezniük kellett volna, fideszes szervezeteknek is jelentkezniük kellett volna, arra a Fidesz-KDNP, mint pártnak is jelentkeznie kellett volna arra, hogy odaállnak a beadvány mögé. Mert hát csak semmi más nem akarnak, mint hogy az emberek úgy mehessenek el szavazni, ők meg szeretnének legitim politikai vezető hatalom lenni, úgy menjenek el szavazni, hogy felismerhetik a saját érdekeiket. A beadvány ugyanis erről szól. És ez a nevesített része.
És egyébként nem a Fideszt, hanem a kormányt, és a kormány propagandát támadja, és azt mondja, hogy ha a kormány olyan torzított környezetet teremt, akkor az olyan hátteret biztosít a kormány támogató pártoknak, amelyeken megkérdőjelezi, sőt, megsemmisítését is indokolná azoknak a mandátumokat, amit a Fidesz megszerzett. Kicsit hosszabban válaszoltam rá, de tényleg nagyon tetszett a kérdés. Zsuzsanna kérdezi tőlem, hogy mit szól az EU-s pénzek folyósításához, tehát működik-e a zsarolás? Hát ez egy nagyon kemény hét. És az az én gondom, hogy az Európai Unióban van még a magyar ellenzéki oldalnak egyfajta remény. Erről szól az a beadvány is, amiről az előző pontban beszéltünk. Ezt hittem, hogy még ott van Magyarországnak ez az esélye. Hogy az Európai Unióban azért, ha az Európai Unió parlamentjének nézzük meg a szavazatait, nézzük meg az állásfoglalásait, azok 90-95%-ban teljes mértékben átfedik azt a gondolkodásmódot, amelyet itt én tőlem hallottok, amire én szeretném a szemüvegeteket feladni, ugye, az egész rendszeren belül. De hát a 90-95% az nem 100. És ott van az a 5-10%, amelynél nézek, én is nézek ki az ablakon, és az a kérdés, hogy mennyire akarom belemenni abba, hogy itt zsarolás van-e mögötte, vagy egyszerű butaság van mögötte, vagy politikai érdek van mögötte, mert egyes tagállamokban jönnek a választások, és talán valamit el kellene érni. És akkor vannak, hát az is egy felfogás a politikában egyébként, és a tudományban is, de a társadalom politikában különösen, hogyha nem látom a jó megoldást, akkor keresem a kisebbik rossz megoldást. És talán azon a téves állásponton vannak, erre utal egyébként Zsuzsanna kérdése, vannak, hogy az a kisebbik rossz, hogy az Orbáni rendszernek bár nagyon figyelni fogjuk, bár előírjuk annak a figyelését, bár több mint egy éven keresztül visszatartottuk ezt a forrást, de talán az a kisebbik rossz, hogyha Orbánt rá tudjuk venni arra, hogy azt a hihetetlen nagy károkozást, amit per pillanat tesz, az előbb is kitértem rá, az Európai Unió biztonsága, fejlődése, kiteljesedésével szemben, hát az a kisebbik rossz talán, hogy hát a magyar állampolgároknak nem jó, amit oda szántunk pénzt, azt nyilvánvalóan el fogja lopni. És erre nem megoldás az a mondat, amit ugye mindenki, az Unió Bizottsága megfogalmaz, a parlament hál' Istennek nem fogadja ebben a pillanatban, és nagyon sok tagállam vezetőjének is nagyon határozott az ezzel szembeni fölállás, amikor azt mondja, hogy ellenőrizni fogom, hogy arra fordítod-e. Hát a bármekkor és az uniós támogatási összeg egyébként az elmúlt 20 évben körülbelül a magyar GDP hol 3, hol 5%-a, tehát a magyar összjövedelemnek a 3-5%-a tette ki, azért értsétek, hogy ez milyen nagy, soha nem volt ennél nagyobb a gazdasági növekedésünk. Tehát ha ezeket nem kaptuk volna meg, akkor az Orbáni rendszer minden évében kivétel nélkül recesszióban lett volna a magyar gazdaság, azaz mentünk volna egyre lejjebb és lejjebb. Ez nagy pénz. De ha 5%, akkor is csak azt jelenti, hogy 20-szor ekkora a magyar büdzse, tehát a magyar államnak a központi adóbevétele, tehát amire szert tesz, amiről az Orbáni rendszer a költségvetési törvény és a többi kapcsán, vagy rendeleti kormányzással bármelyik estéről, másnap reggelről rendelkezik. Tehát igazából Orbán Viktorének nincs rá szükségük, hogy az uniós pénzt lopják el, csak az volt a legegyszerűbb. A uniós pénzeket nagy pályázatokra kiírták, és maguk megnyerték ezeket a pályázatokat, és utána a NER vagyonát szabályozta. Hát gond nélkül megteheti, hogy mondjuk az uniós pályázati pénzeket döntő többségében arra fordítja, amit az unió megenged, és amit az unió amire adja. Ez a magyar költségvetésnek csak egy 5%-a. És akkor arra, amit így megenged, arra nem kell a költségvetésből pénzt fordítania.
Ebből adódóan majd a költségvetésből fogja magának odaadni a repülőteret, ugye az autópályáinkat, kastélyainkat, stb. Az összes többi. Tehát, hogy a költségvetést át tudja csoportosítani arra, hogy ennek jelentős részét, ugye most ez a 10 milliárd eurónak a célcsoportja, ha úgy tetszik, az például a szociális kiadások. Yeah. És ha jár, akkor szociális kiadásokra egyébként fordítunk sokat, tehát mondjuk nyugdíjra a GDP-nek a 8%-át éppen a héten mutattam be nektek ezt számokon. Lényegesen kevesebbet, egyharmaddal kevesebbet, mint mondjuk a úgynevezett baloldali kormányok 2010-ig ezt tették volna, látszik is a nyugdíjasok kifosztásában. De hát erre a területre csoportosítom majd a szociális kérdésekre az uniós kiadásokat, és még kevesebbet fogok erre fordítani a költségvetésből, mert azt egyszerűen ellopom, tehát ott odadom magamnak rendeleti vagy egyéb kormányzással. Úgyhogy ezek nagyon hibás felfogások. Azért a történelem bizonyította, hogy a zsarolónak engedni nem szabad. Azt is érteni kellene, több előadásomban adtam már elő itthon és külföldön is egyébként, hogy a zsarolásnak mindig van egy nagyon jól kimutatható zsaroló melletti taktikája. Ez arról szól, hogy megpróbálnak a zsarolóval kompromisszumot kötni. Valamilyen szinten esetleg meg is állapodnak, de az azt jelenti, hogy valamit engedtek a zsarolónak a feltételezett kisebbik rossz érdekében. De ebben az a különbség, hogy az Európai Unió működési modellje, vagy a jogállamoknak, demokratikus jogállamoknak a működési modellje az, hogy hát, ha megállapodtam, akkor azt én betartom. A bűnözőnek, a diktátornak, az önkény uralvezetőnek meg az a működési modellje, hogy aláírtam, és nem tartom be. És amikor nem tartom be, és akkor újra elkezdenek tiltakozni ezzel szemben, és újra elkezdek vele vitatkozni, akkor ő már egy korábbi megállapodás pozíciójából indul ki a bűnöző, és azt mondja, hogy hát nem tudom, szerintem betartottam mindent, amit mondtál, és akkor újra keresünk egy kompromisszumot. Így mindig lépésről lépésre erősíti a bűnt, amit addig elkövetett, és ő mindig előre halad, mert a másik megállapodik egy kompromisszumba, és utána a megállapodott kompromisszum lesz a kiinduló pont a következő vele folytatott tárgyalása. Ezért ez súlyos hiba. De hát az a tapasztalatom, ezt a súlyos hibát nem csak az Európai Unióban, vagy a bizottságában dolgozó számtalan ember nem ismeri, hanem ez a világon, ez lehet tapasztalni, ez nagyon sokszor van így, nagyon sokan mégiscsak leülnek valamilyen nyomásra a zsarolóra. Hát ez a véleményem. Ez a véleményem, egészen biztosan, mondom, én páros lábbal kirúgnám az Európai Unió Orbán Viktor, az a baj, hogy akkor minket is, de egyelőre csak azt mondanám, hogy miután a magyar kormány megszegi az Európai Unió alapszerződését, ezért azokkal, és például a joggal él vissza, amikor zsarol, ezért a zsarolásos vétóját nem veszem figyelembe. Nem tudom, hogy egyébként erre, nem vagyok benne biztos, hogy 3-4 év múlva mondjuk az Európai Unió bírósága, mert más nem tehetne, csak ott megtámadná. Nincsen más jogi eszköze. A magyar hadsereg nem tud neki menni az Európai Uniónak. Az egészében semmi más nem tehetne, mint hogy panasszal fordul az Európai Unió bíróságához, amely 1-2-3 év múlva hoz majd egy döntést. De a nemzetközi jog sem engedi meg, hogy valaki valamit, például a vétójogát jogellenesen gyakorolja. A joggal való visszaérést a nemzetközi jog is ismeri. Tehát én nem vagyok benne biztos, sőt, ha fogadnom kellene, nagyobb tétben arra fogadnék, hogy az Európai Unió Bírósága, ha ezzel az évrendszerrel hagynák figyelmen kívül Orbán Viktor vétóit, akkor ebben az esetben elutasítaná. És akkor annyi. Onnantól már jogszerűvé vált az unión belül, mert az unió bíróság azt mondja, hogy helyesen működik, alkalmazhatod a vétójogot, ha ahhoz valós kisebbségi érdeket fűződik, és ez az érdek nem ütközik az Európai Unió jogával. Ez a második mondat kellene hozzá. Hát,
Nem tudom, hogy mikor jutunk el ide. Hát én próbálkozom veletek összefogva, beadványokat készítünk, aztán meglátjuk. De azért a valós az lenne, ha Orbán Viktor és a csapata nem uralhatná a magyar társadalmat. Sándor kérdezi, hogy én szerintem lesz-e valaha euró Magyarországon, vagy Orbán uralma alatt erre nincs esély. Ugye a két kérdés nem teljesen jól fedi egymást, a két mondatrész, de nincsen baj vele sem, Sándor, értettem. Nem Orbáni rendszer alatt az eurót nem fogja Orbán Viktor bevezetni, ebben a pillanatban a bűnszervezeti érdek ezzel ellen szól, tehát ennek egy ellenne van, külön előadásokat sokat tartottam róla, nem is olyan régen is, megtalálhatóak a videóinkban. Azt kell látni, hogy sok-sok ezer milliárd túlárazásból, vagy egyéb módon ellenérték nélkül kapott pénz került a NER vagyonaként Orbán Viktor vezetése alatti vagyonaként külföldre. És ezen a külföldön lévő pénzzel, annak egy részéből vagyont lehet vásárolni, a másik részében a pénzzel lehet játszani. És amíg a Nemzeti Bank is a NER bűnszervezetéhez tartozik, a pénzügyminisztérium is a NER bűnszervezetéhez tartozik, addig a forint, ez a külföldre menekített, egyébként lopott, ha úgy tetszik, kicsalt vagy elcsalt, én szerintem bűnözésből származó pénz, a forinttal való játékot a tőzsdén, a devizapiacon, azt lehetővé teszi. Az euróval szembenihez ez nagyon kevés. És ha ellopnák az összes magyar GDP-t, ugye ilyen nincs, hogy a 100%-át, azzal sem tudnák érdemben mozgatni a forintot. És tehát ezzel a nemzetközi devizapiacon nem tudnak játszani. És higgyétek el, hogy éves szinten 100 és 100 milliárdokat, de lehet, hogy most már éves szinten a nagyságrend miatt akár 1000 milliárdot is keres ezen az Orbán Viktori bűnszervezet vagyoni háttere, a NER, ha úgy tetszik, ezen a pénzügyi mozgáson. Ezért az ő oldaláról nézve teljesen érthető, hogy nem vált át, mert akkor évente nem tudnak keresni 500 milliárdot, 1000 milliárdot a forinttal való játékon. És hát nem olyan nehéz tényleg, hát csak követni kell. Ugye erre hívtam föl már egy csomószor a figyelmet, hogy csak az idei évet, ha valaki megnézi, de nem egy bonyolult, mert csak a Google-be beütött a forint árfolyamának az alakulását a fő devizákhoz, az euróhoz, a svájci frankhoz és a dollárhoz képest. És amikor azt látjátok, hogy egyik negyed évben, vagy egy ciklusban, de ez legyen egy negyed év, mert ez jellemző volt, ki is adják, hogy a forint volt a legjobban teljesítő valuta, mert erősödött. Annyit erősödött, nem gyengült a további valutákhoz, tehát a vezető valutákhoz képest, hanem erősödött. Majd és a világon az öt legjobban erősödő, izmosodó valuta. Majd nem történik semmi, és a következő negyed éven pedig a világon az öt legrosszabbul teljesített devizája. Tehát folyamatosan bukott egy óriásit, ugye leértékelődött. Volt olyan, hogy 400-450 forint környékére ment el az euró és a dollárnak a változása. De negyed évenkénti váltás, két havonta való váltás, nagyságrendileg ezek ma megfigyelhető folyamatok, amiközben nem történik semmi. De hát nem volt semmi történés. Mégis egyszer csak hihetetlenül izmos lett a forint, majd hihetetlenül pehelykönnyűvé vált a forint. Ez azért van, mert játszik a Nemzeti Bank, játszik a Fidesz, a pénzügyminisztérium. Ő tudja, hogy milyen olyan lépéseket tud tenni a nemzetközi devizapiacon, amely alapján hirtelen zuhanni kezd a forintnak az értéke, és ez akkor van, amikor előtte, mikor erős volt, akkor a külföldre menekített lopos pénzből devizát vásárolt. Majd amikor hősek már devizában van a lopott pénz, akkor gyengíteni kezdi a forintot annak érdekében, hogy a egyébként megvásárolt devizája sokkal több forintot kapjon. Majd amikor ismét forintban van a pénz, akkor ismét erősíti a magyar forintot, hogy a korábbinál sokkal több devizát tudjon belőle vásárolni. És ezt évente 4-szer, 6-szor, 7-szer megváltoztatja ebből a sok ezer milliárd
külföldre menekített pénzzel, devizával való játékban, a forintban sok száz milliárdot, esetleg 1000 milliárdot is tud évente keresni, mert ő tudja, hogy mikor mit fog lépni. Na most, miután senki nem tesz le a devizapiacra pénzt, azt is kell tudni, hogy amit ez a bűnszervezet ezen a vonalon keres, azt mi veszítjük el. Hol azon, hogy amikor zuhan, akkor fölmennek az árak a boltba, az infláció ettől jelentős mértékben megnövekszik, és egyéb módon. Úgyhogy ez ebből adódik. Úgyhogy azért lesz Magyarországon euró, mert kizárt dolognak tartom, hogy Orbán uralma korlátlan ideig tartson. De Orbán uralma alatt nincsen rá semmi esély. Tehát ez a pontos és rövid válasz. Kérdezi tőlem, látsz, hogy az Európai Bizottság miért gyenge? Én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez nagyon összhangban van, amit elmondtam a zsarolásra, az EU-s pénzek folyósítása kapcsán. Tehát nem tudok most igazából újabbat mondani. Hát egy elemet azért még talán hozzátenném, hogy bár az Európai Unió bizottságában biztos és egyéb posztokon, amelyre egyébként országok jelölnek embereket, mondjuk a tudás az átlag felett van, de nem feltétlenül nagyon magas. Tehát ezt azért a személyes tapasztalatomból is tudom mondani, hogy nem feltétlenül nagyon magas. Úgyhogy az is szerepet játszik. De mondom, a politikai tényező még inkább, és én, ha tippelni kellene, akkor leginkább arra tippelnék, amit mondtam, hogy a helyzetet rossznak látják, nem akarnak rálépni arra a jogi útra, amelyet egyébként a jog lehetővé tenne számukra, csak nem szokásos, hogy arra hivatkozva, hogy te megszeged az unió szabályokat, az unió alapszerződését, és jogellenesen használsz valamit, akkor azt én nem vagyok köteles tudomásul venni. Ebből egy belső feszültség, konfrontáció lenne, félhetnének tőle, hogy kialakul belőle egy gyakorlat, kisebb államok feltetően picit megérnék abba, hogy akkor ezt az unió vezető tagállami, amitől amúgy is tartanak, hogy túl nagy Németország, mondjuk Franciaország, vagy spanyolok, vagy az olaszoknak a befolyása az unión belül a kisebb tagállamok esetében, na hát akkor ezt ezentúl velünk szemben is alkalmazni lehetne. Szerintem nem lehetne, kettő nincs, nem lehetne, mert ahhoz azt kell bizonyítani, tehát azt kell letenni az asztalra, hogy nem a vétójogod, az nem egy valós, nem egy olyan nemzeti valós érdek érdekében vetett be, amely érdek összhangban van az Európai Unió jogával. Hanem valami olyannak az érdekében vetett be, Orbán Viktorik már ezt odáig ment, hogy ki is mondja, hogy valami más célt akar elmondani. Orbán Balázs pont a héten azt mondta, hogy amennyiben az Unió valamennyi jogállamisági pénzt felszabadít, abban az esetben Magyarország hajlandó az Ukrajnának a támogatása kapcsán szükséges 50 milliárdos plusz forrást megszavazni. Azért nem valaki mondta, hanem Orbán Viktor kabinetjének vezetője Orbán Balázs mondta. És ezt egy újságban nyilatkozta le. És egyébként azóta ezt bár nem lett szófordulat, de semmivel nincsen cáfolva. Ja, az egészen. Ez pedig teljes mértékben kimeríti a joggal való visszaélést, mert nem az ukrajnai támogatás szemben van magyar érdek, hanem abban van, hogy az Uniótól kapott támogatásként kapható, de miután ellopják, ezért a jogállamiság szabály szerint megsértése miatt visszatartott forrást, ha odadod nekem, és azt én szabadon továbbra is ellophatom, akkor mehet. Hát akkor úgyis én teszem be, ugye a befizetők teszik bele ebbe igazán a sok pénzt, nem én, akkor mehet az ukrajnai zsarolás, meg mehet a költségvetés, az EU költségvetésének a módosítása is. Hát nem tudom. Én úgy gondolom, hogy nem jó, hogy ez így van. János kérdezi, azt mondja, nehéz kérdésem van, még nem olvastam el, majd meglátjuk. Ha megvolt a
Szent Háromság, pénz, paripa, fegyver, akkor miért nem lettünk Európa zászlós hajója ma? Én is dicsőíteném Orbán Viktort. Mind buktunk meg, pénzzsarolás, embertelenség, politika. János, nehéz a kérdés, talán nehéz, talán nem, de nagyon szomorú. Tehát a válasz, amit ugye ezért ezt a folyamatot én végigéltem. Igen, én azt gondolom, hogy ma lehetnénk Európában, ma már lehetnénk Európa második kis Svájca. Életünk is lehetővé tenné, és olyan mértékű támogatást kaptunk, amire egyébként talán nem is számoltunk annak idején, de olyan pici ország vagyunk, ahol az, hogy túl támogatnak minket, mert szeretnek minket, mert hogy vezető szerepünk volt az orosz érdekszféra lebomlásában, stb. Ezt úgy hálából, ezt úgy elengedték volna. Tehát ez igazából a mi túltámogatásunk az meg sem érződik a francia, ugye az elején hosszú időn keresztül az angol, a német költségvetésben. Olyan, hogy túltámogatnák, és kapjuk a lendületet, kapjuk a megbízásokat. Németország 15-20 évig egyébként hangoztatottan és a két német állam egyesülésében való meghatározó szerepünk miatt hálás is volt, tehát hála miatt is támogatott volt. Minden esélyünk megvolt rá. Ami, hogy miért nem éltünk vele, azt gondolom, hogy ez nem csak Orbán Viktor hibája. Én ezt az embert végtelen gonosztak, végtelen elkölcsösnek tartom, és nem csak most, hanem 90-ben is annak tartottam. Ma is visszakereshetők az interneten. A 90-es évek elején Orbán Viktorról írt akkori Palotás szubjektív oldalon megtalálható jellemrajzom is, amiben leírtam, hogy ez az ember, ez gonosz. Eznek van kisebbségi sérelme, hatalommániája, stb. Össze is tűztünk rendesen, azért nagyon meg is utált a 90-es parlamentben, akkor már akkor rámutattam, akkor egyébként a világirányítás kapcsán, hogy amit mondasz, annak egyszerűen nincs igazságtartalma, teljesen ellentétes. Nem fogom vele az időt húzni, csak hogy értsétek, hogy a világkiállítás ellen úgy gondolta, hogy Nagymaros után az is egy politikai lehetőség, hogy a 96-os világkiállítást Magyarországon megtámadja, és elmondja, hogy micsoda mamut beruházás, és hogy még az unokáink is fizetni fogják, mert hidakat, szállodákat, infrastruktúrát, stb. Mindent kellett volna építeni, és egyébként magyar gazdaságnak nem is lett volna mit bemutatnia az egészében, de hogy esek örökre eladósítottunk volna. De konkrétan mondom, azt idézek a 31 néhány évvel ezelőtti parlamenti beszédemből, ahol idéztem Orbán Viktortól, azt mondtam, hogy ugyanakkor a bevételi oldalról, mikor beszélt, akkor azt mondta, hogy egyébként erre a világkiállításra senki nem kíváncsi. 2-3 repülőgépen utaznának maximum ide, tehát miközben eladósodnánk, iszonyatosan sok pénzt fordítanánk rá, aközben nem volna bevétel, mert sem vállalkozások, sem nemzetközi cégek, sem turisták nem jönnének Magyarországra. Csak az Európa, akkor a magyar parlamentben láttam és szembesítettem vele, tudom, egyszerűen tűrőhamot kapott, tehát nem is tudom ezt másképpen mondani, de a parlamenti archívumokban ugyanúgy megtalálható ez a mondat. Amikor azt mondtam, hogy hát el kellene dönteni, mert ha abban van igaza Orbán Viktornak, mondom, az akkori Fidesz elnök felszólalónak, abban van igaza, hogy 3-4 repülőgépnyi ember jönne ide, senki nem kíváncsi Magyarországra, akkor nem kell hidakat építeni. A budapesti infrastruktúra, a meglévő szállodai kapacitás, a meglévő vendéglátóipari kapacitás, a kongresszusi kapacitás, az mind-mind pontosan elég. A Hungexpon el lehet helyezni, semmilyen igazából plusz pénzre nem lesz rá szükség. Minek? 3 repülőgépnyi plusz emberhez, azt egyszerűen a már meglévő, 92-90-ben is meglévő fővárosi infrastruktúra, azt észre se veszi, azt ellátja.
Sem tömegközlekedés, sem taxi, semmit nem kell fejleszteni. Úgyhogy ha ez az állítása igaz, az egész egyszerűen mondtam az észében, akkor a másik az nem igaz. Ha pedig azt mondja, hogy nem, mert ahhoz, hogy meg tudjuk rendezni, ahhoz, hogy meg tudjunk felelni, ahhoz azokra a 100 és 100 milliárdos beruházásokra, fejlesztésekre van szükség, ami utána itt marad az egészében. Ha arra szükség van, az azt jelenti, hogy milliók fognak jönni pluszban Magyarországra, felfigyelni erre az országra, meglátogatni világkiállítást, idejönni gazdaságilag, felfigyelni egy átalakuló társadalomra, ami egyébként komoly lehetőségeket tesz. Hát 90-ben ugyanúgy hazudott Orbán Viktor, ugyanúgy gond nélkül mondta, csak akkor volt valaki a parlamentben, aki fölállt és elmondta, hogy hát ez nincs így. És hát ugye a konkrét kérdésemre az a válasz, ugye mert itt mondtam, hogy nem csak Orbán Viktor tehetett róla, hanem arról, hogy 90-ben az összes parlamentbe jutott politikai erő talán azért, mert meglátott egy lehetőséget, talán másért az egészében, de korruptá vált, és olyan egyébként elvtelen megállapodások tömegét kötötte Magyarországon, amely a magyar lehetőségeket megbékjózta, lehetetlenítette. A korrupció volt az első. A korrupció. Már is megállapodtak a privatizációban egyébként. Hogy a privatizációban az egyes politikai pártok milyen arányban, hogy éppen hatalomban vannak, vagy másképpen, hogyan fognak a magyar állami vagyonból, fillérekkel, pozícióból adódóan részesedni, az volt az elvi rész, hogy a demokrácia feltétele, hogy legyen magyar polgárság, a másik oldalon pedig az, hogy a magyar politikai elit, hogy ne legyen visszafordulás lehetősége, a magyar politikai pártokat vagyonnal, stb. Kell ellátni. Pedig 1990-ben a magyar privatizálható állami vagyon és a magyar államadóság közül a vagyon többszöröse volt. Többszöröse volt. Ha azt a privatizáció szakmai szabályai szerint kezdtük el volna privatizálni mondjuk már 1990 és 2000 között is, nem lett volna, megszabadultunk volna az államadósságtól, mert olyan nagy vagyon, olyan állami vagyon volt, aminek egyébként semmi keresine nem volt, csak éppen állami diktatúra volt Magyarországon a megelőző évtizedekben, ezért ott volt. De azóta onnan privatizációs vagyonként valóban el lehetett volna adni. Tehát ott voltak az esélyek, de hát arról foglalkoztak, hogy székházakat, pénzeket, a privatizációból vagyontárgyakat, hogy a vezető gazdasági emberek, akikre fölnézték azoknak, milliárdokat adjanak oda milliókért, azért, hogy majd onnantól persze a politikai pártot vissza fogják támogatni, hát ezt vagy tették, vagy nem tették. Tehát innen indult, innen. És akkor elfogadtuk azokat a jogszabályokat az ellenzéki kerekasztalnál, amelyik a demokrácia bölcsőjének Angliájában, Franciaországban, Németországban voltak, például, hogy a bizottságokban ugye úgy kell a személyeket a választási arányoknak megfelelően kerülnek be a bizottságba, jelölnek személyeket a parlamenten belül, de mondjuk a Nemzeti Választási Bizottság, a választási hatósághoz is, média hatósághoz is, alkotmánybíróságba is. Arról szólt, hogy úgy fognak jelölni a politikai pártok, amilyen eredményt, támogatást kaptak a parlamenttől, ugyanígy szólt az angol is az egészében. De megszavazni, hogy a te jelölted valóban alkotmánybíró legyen, vagy ombudsman legyen, vagy az ÁSZ vezetője legyen, megszavazni ahhoz a parlament kétharmadának kell, és akkor ugye nem volt kétharmados többség a parlamentben. És akkor leült az összes parlamenti párt. Nem tudok pozitívat mondani. És megállapodtak abba, hogy bár a törvény szerint kétharmadnak kell megszavazni, és ebből adódóan, ha te nem olyan jelöltet teszel, amelyiknek ott a helye az életpályája alapján, a tudása, stb. Alapján, azt nem fogom megszavazni, meg fogom indokolni, hogy azért nem, mert egyébként alkalmatlan annak a pozíciónak a betöltésére. És ezt Angliában, Németországban így teszik, és ebből adódóan a pártoknak olyan személyt kellett javasolniuk, akik hozzájuk közel áll, de a tudásuk az kiemelkedő. Itt viszont megállapodtak áttérben, még ha úgy tetszik, ezt nyilvánosságra is hozták, hogy
te jelölsz, én nem szólok bele a jelöltedbe, és én jelölök abban, meg te nem szólsz bele. Tehát míg a törvény azt mondta, hogy kétharmaddal kell jóvá hagyni, hogy ez alkalmas rá, leültek és megállapodtak, hogy én nem szólok be a tiédbe, te nem szólsz bele az enyémbe. Így aztán pártpolitikusokkal történtek föl, pont egy rendszerváltás idején, amikor óriási kihívás volt a magyar társadalom előtt, arra teljesen alkalmatlan politikai vezetők kerültek politikai pozícióba. Hát ezek csak kiemelések. János kérdésére ennek is szuka levét. Aztán megszerezte hatalmat 2010-ben egy bűnszervezeti vezető, aki utána pedig azt mondta, és hogy tulajdonképpen mindegy, hogy korábban megállapodtunk egyfajta hatalmi pozíció megosztásba. Kétharmados mandátumomban fölkészültem rá, hogy ráteszem a kezem a jogalkotásra, ráteszem a kezem a médiahatalomra, azt is minden hatóságra, és kidoblak onnan, sehova nem tudtok jelölni senkit, mindenkit az én emberemmel fogok föltölteni, és innentől nem kaptok semmit. És ha úgy tetszik, akkor ez még nekem tetszik is, mert nem szabad. Ezek megszüntettek olyan alkukat, amely alkuk egyébként a magyar demokrácia bukásához vezettek. Ami a megoldás viszont az, hogy ezt az embert, ezt a bűnszervezetet, mert bűnszervezet, ezért a magyar hatalomból el kell söpölni. Le kell váltani, meg kell fosztani a magyarországi kizárólagos hatalmáról. És talán akkor nem csak az új ellenzéki pártok, hanem azok, akik akkor is voltak, akik annak idején ezeket az elvtelen alkukat megkötötték a részében. Talán tanultak belőle, hogy ilyen alku nem köthető. Hát én ezért dolgozom, ebben bízom. Vágóné Zsuzsi kérdezi, hogy mi a véleményem a következő dologra. A szuverenitás törvény megszavazása után rögtön menesztik a kórházigazgatókat, majd lojális pártkatonakat raknak a helyükre. Zsuzsi kérdését nem teljesen látom át, én nem látok a szuverenitás videmi törvény és a kórházigazgatók leváltása között semmilyen összefüggés. Nem látok, lehet, hogy Zsuzsi lát, és az is lehet, hogy igaza van. Én a kettő között nem, mind a kettő zagasság. Nem tudom pontosan, melyik orvos szakértőtől hallottam a napokban, vagy írta, és csak a címre emlékszem, a kórházigazgató leváltása kapcsán, hogy hát hirtelen ennyi alkalmatlan kórházigazgatónk, az nem lehet, az nem születhetett, ugye, az egészében. Ennyi hülye, ott elméletileg rögtön, nem lehet azt mondani, hogy megbukott az elmúlt fél évben, jöttünk rá, eddig nagyon jók voltak, de itt vannak most már vagy 31 néhány, ugye ez óriási szám a magyar központi kórházak tekintetében, kinevezett vezető, és ez mind alkalmatlanná vált. Ugye bizonyos részük nyugdíjkorhatárt ért el, más részüket pedig alkalmatlanság miatt fölmentettek. Nem? Ha azt akarom mondani, hogy vannak, ugye mindig van a tettenérés mondjuk egy gyilkosság, vagy tettenérték a gyilkost. És van, amikor nincs meg a holttest, nem értük tetten, de a bíróság mégis azt mondja, hogy a közvetett bizonyítékok egyértelműen bizonyították a gyilkosságot. Ugye, most ezt a példát találtam ki, lehet, nem a legjobb erre a szituációra, de ez is egy olyan példa a kórházigazgatók esetében, amely egyértelművé teszi, hogy itt nem szakmai döntés született. Tehát közvetett, én külön-külön nem ismerem a leváltott kórházigazgatók, 31-néhány kórházigazgatót, menesztett személyt, nem ismerem, de a történés az egyértelműen azt mondja, hogy ennek nem szakmai, és miután a szakmai kívül nagyon más nem tudok elképzelni, mint párkatona, Zsuzsival egyetértve, párkatonákkal való, még lojálisabb párkatonákkal való föltöltésében, akik azt mondja, hogy a korábbiak és egyébként döntő többségük szerintem már fideszes párkatona volt, csak még kicsit túlzottan orvos is volt. És inkább engedte a kórházat eladósodni, és ez 100 milliárdra rúgott, vagy több mint 100 milliárdra, ebben az évben ahelyett a betegeket hagyta volna meghalni. Mert hogyha a kórházat úgy működteti, mint ami elvárt
lojális pártkatona, ja, akkor nem adósodik el. Ja, hogy akkor még kevesebb műtétre van lehetőség, még alacsonyabb színvonalú korá, vagy orvosi ellátása nem tudom megrendelni, és nem rendelem meg, mert nem is tudom megvenni a gyógyszereket, mert ugye például ezek a gyógyszerszámlák miatt adósodtak el. Hát akkor nem adok gyógyszert, nem engedélyezem a műtétet, műtéti segédeszközöket, nem engedélyezem a gyógyszerek beszerzését, hát aki bekerült hozzánk, abból még több fog meghalni, így is nálunk halnak meg létszámarányosan a legtöbben a kórházaiban, és olyan betegségekben, amely Magyarországon gyógyítható, de te nem szolgáltál ki engem rendesen, és elengedted a kórháznak az eladósodottságát, amit most kénytelen vagyok kifizetni, nem voltál jó pártkatona. A most kinevezett kórházigazgatók tudni fogják, hogy halljon meg a beteg. Ez az üzenet, ha ezen múlik, halljon meg több. Legyen több szövődmény, aztán majd még. Hát kevesebb, a idős ember hal meg, úgyis minél több ebből a szempontból nem kell nyugdíjat fizetnem. Nagyon fontos külön előadást tartottam erről, ha jól emlékszem, 10-én, tehát pár nappal ezelőtt, az elmúlt héten. Ahol elmondtam és fölváltam, nagyon sokat dolgoztam rajta, hogy Orbán Viktor a fekete angyal. Ugye az egészében a magyar. És fölhívtam a figyelmet arra, hogy ez a megtévesztés, ami miatt az európai beadványaink vannak. Ugye az egészében itt van a bejátszás. Ez a megtévesztés teszi azt, hogy a nyugdíjasaink annak ellenére, hogy kimutathatóan 10 és 10 000-ek haláláért közvetett módon az előbb, a kérdésben is felvetett módon felel ez a kormányzat, és az egészségügyi kormányzat, és elsősorban Orbán Viktor, mint a kormány miniszterelnöke, nagyon komoly matematikában, konkrét személyekkel, KSH adatokkal vezettem le, sokan megnéztétek, nem elegen. Nem elegen. De ez erről szól. És arról szól, és ennek egy következménye, hogy majd a mostani pártkatonák tudni fogják, hogy a fő ok az, hogy eladósodhattak a kórházak, akikre egyre kevesebbet fordít a magyar büdzsé, mert az egészségügy nagy kassa, és ha sok pénzt fordítok, nem tudom ellopni. Ezért is egyre kevesebbet fordít rá az orbáni bűnszervezet ebben a megközelítésben. És hát te ezt nem megfelelően szolgáltad ki, hát majd a mostani pártkatonák ki fogják szólni. Volt egy külön előadásom a szuverenitásvédelmi törvényről is, ez 13-án, itt látjátok. Én azt gondolom, hogy ennek a törvények kapcsán ez szintén meghaladja az erről való tartós, kifejtő beszélgetés a csütörtök esti lehetőségeinket. De ott van, 2 nappal ezelőtt, a mai bejelentkezési poszt alatt talán 2-vel. Nézzétek meg! Rendkívül fontos. Nézzétek meg, egy picit ugye utaltam is az Európai Bizottságnak, az Európai csúcs találkozója kapcsán arra, hogy ez a törvény, ez tipikusan az, amit amiben a Orbán Viktor arra építette föl, hogy tudja, az a 132 képviselő, akit láthattuk a terrorházából, az volt az AVH korábbi háza, úgymond kijönni, ugye, és megszavazta ezt a törvényt. Ő közülük is a jelentős arányban pontosan tudják, hogy ilyen törvény nem fogadható el. Hogy ez a törvény a hatalommal való olyan visszaélési elemeket is tartalmaz, amely mai is hatályos büntetőjogi tényállásokat merít ki. De elfogadták. Pontosan tudják, hogy ha még egyébként az unió tagjai leszünk mondjuk 3 év múlva, akkor ezt a törvényre az Európai Unió Bírósága egészen biztosan a megsemmisítésére fogja kötelezni. Csak közben lezajlik, mint mondtam, a 2024-es önkormányzati és EP választás, lezajlik majd a 2026-os országgyűlési választás, és közben meglehetősen megfelelő módon megfélemlített, és ha szükség volt rá, mert valaki nem ijedt meg, akkor vele szemben
törvényeket fog tudni alkalmazni, hogy a tevékenységét ellehetetlenítse. Hogy a elégséges lesz-e szabad lábon való ellehetetlenítése. Vagy élni kell a büntetőjogi tényállásra vonatkozó elemekkel is, és akár börtönbe is zárja, hát az majd meglátjuk. Attól függ, hogy mennyire lesz hatékony valakinek a felszólalása. Úgyhogy ez a törvény, és mondom, hogy nem emelem most külön az elemeit, tehát teljesen egyértelműen a magyar törvényeket, a magyar alaptörvényt és az uniós jogot is sérti, és sérti a büntetőjog területén is. Ugye? És ezt vetettem föl, ezt mutattam végig, hogy például amikor, és akkor ez a kétmondatos utalás, hogy például amikor a törvény azt mondja, hogy az új államvédelmi hatóság, nem tudom másnak hívni ezt a szuverenitásvédelmi hatóságot, ez Orbán Viktor államvédelmi hatósága, még nagyobb jogkörökkel és egyértelmű jogkörökkel is rendelkezik, mint az 50-56 közötti valamikori államvédelmi hatóság is. Mert ott aztnak titokban kellett működnie, ez pedig nyíltan például megkapta azt a jogot, hogy a döntéseivel szemben immunitást élvez, az azt jelenti, hogy nem lehet vele szemben sehova fordulni. Ott van az 1993-ban elfogadott, és egyébként a magyar törvény ennél adódóan a magyar jognak is részévé tett, illetve az alaptörvényünkben is szerepel az a jog, hogy a bírósághoz fordulás joga korlátlan. Ha bármilyen állampolgár bármilyen kérdésben úgy érzi, hogy valamilyen állami szervezet hatóság vele szemben az ő jogait megsértette, például jogtalanul megfigyelte, alaptalanul, nem baj, hogy esetleg utána a bíróság azt mondja, hogy nem, hát téged alapos indokkal figyeltek meg, de az, hogy ő a bírósághoz fordulhasson, az egy alapjog, az alaptörvény szerint is, alapjog az uniós jog szerint is, az emberi jogok egyezménye szerint is, és a magyar jogrendszer szerint is. Csak egy párhuzamos bűnszervezeti elemet beemelt az alaptörvénybe az Orbáni rendszer, és azt mondta, hogy immunitása van. Így aztán a bűnszervezet által kinevezett alkotmánybírók, ha odafordulnak, mert oda fognak fordulni, például a Párbeszéd Magyarországtól hallottam, mert és több szervezettől is oda fognak fordulni, akkor mondhatja azt, hogy van hivatkozási alapja egy olyan alaptörvényi szám elemre, amely ezt lehetővé tette. És becsukhatja a szemét, hogy van egy másik alaptörvényi elem, amely egyébként ezt kizárja, de hát ha becsuktam a szemem, akkor becsuktam a szemem, így működik ma a Magyar Alkotmánybíróság, amely a Fidesz-KDNP bűnszervezet szerves elemeként teszi a mindennapi, ha úgy tetszik, teszi a mindennapi tevékenységét. A másik pedig az, hogy ugyanennek a egyezménynek a 10. cikkelye, az pedig azt mondja, hogy jogom van bármilyen véleményt megismerni, és jogom van a véleményemet közreadni. Az egészében. És ezt hatóság nem akadályozhatja. Az egész törvény arra született, hogy azt mondja, hogy én ebben, ha én úgy látom, hogy valaki, és én fogom kitalálni róla, hogy mondjuk dezinformációt mondott, amikor azt mondta a unió, hogy Orbán Viktor bűnöző, ami az én leghatározottabb véleményem, és az egyezmény 10. cikke, és a magyar alaptörvény, és a 93-ban törvényét tette egyezmény szabályai szerint, ezt a véleményemet jogom van közreadni, nektek meg jogatok van meghallani tőlem. Ez a hatóság innentől kezdve velem szemben egy eljárást tehet, mert azt mondja, hogy ez egy dezinformáció, sőt, súlyos dezinformáció. Amikor azt mondom, hogy a magyar kormány folyamatosan hazudik, meg egy bűnszervezet, meg az összes többében. Hát úgyhogy ez a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatos megjegyzésem. Az unió illetékes hatósága nem hozhatna olyan döntés, hogy a többségi szavazat elve 75%-os támogatottsággal fogad el mindent. Az unió megreformálása az napirenden van. Az unióban már hosszabb ideje egyébként az unió bővítésének,
Az egyik fő gátja az, hogy az unió új szabályozásában éppen Orbán Viktor miatt, egyébként a volt lengyel államfő miatt, vagy lengyel miniszterelnök miatt is rájöttek, hogy itt lehetnek olyan vezetők, akik a joggal visszaélnek, és ez egy kicsit bonyolultabb bizonyítani, hogy ez egy joggal való visszaélés. Orbán esetében nem bonyolult, mert saját maga is vallja. Ugye, egészében gond nélkül elő is terjeszi. Orbán Valázs újságnyilatkozatokat tesz erről ebbe a könyvetbe, hogy jogellenesen, zsarolás céljára használja a vétójogát, de egyébként ez kisebb esetben nehéz bizonyítani. Nehéz bizonyítani. Viszont látszik, hogy nincsen garancia arra, hogy azért, ami valamikor valakit, akit fölvettünk, az demokratikus jogállam volt, és időközben az emberek rosszul szavazva egy bűnszervezetet állítottak a hatalom élére, egy autokráciát, egy diktatórikus szemét, hatalommániákus szemét állítottak az ország élére, hogy ez bekövetkezhet. És ezért ennyi tagállam esetében már ennek túl nagy a kockázata, ha még ráadásul balkáni államokat és satelit fölvesznek, akkor ennek a kockázata nőni fog, és most ott van a napirende, hogy addig szó nem lehet az Európai Unió bővítéséről, ameddig nem változik meg az a szabály, hogy milyen igen széles körben vétójoga van bármelyik tagállamnak. Úgyhogy ma egyébként a balkáni bővítésnek, tehát nem az Ukrajnának, hanem a balkáni bővítésnek is, ahova rendre elutazik Orbán Viktor, és elmondja, hogy én követelem az Unióba a ti felvételeteket, Orbán Viktor miatt nem veszik föl őket. Ez a legegyszerűbb, ez a legdöntőbb ok, amiért egyelőre erre sor sem került. Tehát lehetne ilyen szabályt hozni, de a pillanatnyi szabályai szerint ehhez a változtatáshoz valamennyi tagállamnak a szavazata kell, és hát ezt Orbán Viktor ebben a pillanatban blokkolja. De megoldást jelentetne az, amiről ma röviden is, de kifejtettem a véleményeteket, hogy ebben az esetben is lehet alkalmazni, hogy ennek a blokkolása, miközben azt is követeli, hogy vegyenek föl balkáni államokat, és hát az egész rendszeren belül, ennek a blokkolása sem olyan érdek, olyan nemzeti érdek miatt van, amelyik összeegyeztetett az Európai Unió jogával, hanem azért, hogy továbbra is tudja visszaélésszerűen alkalmazni a vétójogot. Kárta József kérdezi, hogy én szerintem lehetséges-e az, hogy Orbán Viktor annyi és annyi magyar ember sajnos hatékony fanatizálása után képes lehet arra, hogy országhatáron kívül hasonló reakciót váltson ki, még csak nem is magyar emberekből. Hát ez egy nagyon komoly kérdés József részéről. Nem fogom hosszan fejtegetni, de néhány ökölszabályt azt azért mondanék. Igen. Orbáni rendszernek ma már olyan erős a beágyazottsága Magyarországon, és olyan mértékben a magyar nemzeti vagyon 25-40%-át magánosította. De nem csak ez a lényeges, hanem minden évben, tehát ugye minden évben a GDP adóbevételekből több 10 000 milliárd forintnyi forrásra tesz szert, amit rendeleti kormányzása ma estéről holnap reggelre forrásokat átcsoportosíthat. Ezért ma már van olyan eszköze lehetősége Orbán Viktornak, hogy próbálja a környezetet úgy alakítani, a környezetet úgy, hogy ne legyen egyedül, mert ma nagyon látszott az Európai Tanács ülésén, csúcs találkozójának az ülésén, hogy annak ellenére, hogy bizonyos kérdésekben Fico ott van, ott hasonlóan gondolkodik, de jobban, nagyobb a függősége még az országon belüli demokratikus jogi elemektől is, meg az uniótól is, hogy ő még nem rendelkezik avval a háttérrel, hatalmi háttérrel, avval a nervagyonnal, a szlovák nervagyonnal. Nem rendelkezik a szlovák jog fölötti kizárólagos jogalkotási hatalommal. Nem rendelkezik a szlovák média kizárólagos hatalmával, ezért nem mer még nyíltan Orbán Viktor pártjára állni. De Orbán Viktornak van lehetősége, ez itthon annyira megerősödött, hogy van lehetősége. Na nem Németországban.
nem Franciaországban, ahhoz ugyanúgy, mint azt, hogy mondtam, hogy a külföldre menekített ezer és ezer milliárdos fekete pénznek a magyar forinttal való játszadozásához elég, de az euróhoz nem elég. A pontos válasza, ugye Józsefnek az az én bőköszönet szerint, hogy Franciaország megváltoztatásához nincsen. Próbálkozik, ha ott van olyan személy, ugye Mária Zölpennek az elnök választási kampányában megadta a segítséget, megadta, hát ha sikerül, de ő csak segítséget tudott adni Mária Zölpennek, nem pedig abba a helyzetbe hozni, hogy mondjuk megnyerje az elnök választás. És ez ugyanigaz Ausztria, vagy ugyanígy igaz Németország. De kisebb államok esetében. Ez nem csak, hogy már van benne ilyen típusú képesség, hanem próbálkozik is. Fico elnök esetében kifejezetten eredményesen járt el. Magára hagyta a szlovákiai magyarságot, azt mondta, hogy nem baj, hogy Fico egyébként kifejezetten magyar ellenes volt az korábbi tevékenységében, és hogyha nem a szlovákiai magyarságot segítette abban, eszközökkel, médiával, stb., hogy legyen a felvidéki magyarságnak, legyen parlamenti jelenléte Szlovákiában, hanem őket kiütötte, és minden támogatást Fico elnök adott meg, és így szerény többséggel, de megnyerte a választást. Kormánykoalíciót tudott nem könnyen egyébként alakítani, és nem is stabilan, de ehhez már elég volt. De volt ilyen próbálkozás a Szlovéniában. Folyamatosan van ilyen próbálkozás a Szerbiában. Volt és van ilyen próbálkozás a Horvátországban. Tehát kinézte azt, hogy azért a magyar mozgástér, tehát ahol a magyar pénzeket és fanatit föl tudja használni, azt ő például a balkáni országokat többek között ezért erősíti, hogy kerüljenek be az Európai Unióba, mert úgy látja, hogy azokban az országokban esetleg a tőke eszköz és megjelenésével hatalomra tud segíteni olyan embereket, akikkel utána hálásként ott, és akkor már nem egyedül vétózik, hanem mondjuk a szerbekkel együtt, vagy a koszovóiakkal együtt, hogyha ott meg el tudja érni ezt a támogatásokat, vagy a szlovénokkal együtt. Tehát a kis államokban már tud olyan eszközt adni, ha ott megjelenik egy potens szélsőséges erő, annak tud olyan eszközt adni, amely legalábbis növeli az esélyét a hatalom átvételre, és hogy utána úgy viselkedjen, azt az iskolát járja ki, mint Orbán Viktor. Iván kérdezi, azt mondja, most tudott csatlakozni, nem látta korábbi kérdés, hogy milyen esélye lehet az ellopott vagyonokat, pénzeket visszaszerezni a bűnszervezettől. Ez a kérdés a mai napon nem volt még napirenden, de már sokszor napirenden volt. Ez engedjétek meg, hogy csak röviden válaszoljak rá, de a kérdés fontos, tehát röviden mindenképpen szeretnék rá kitérni. Igen, én azt gondolom, hogy a Magyarországon lévő vagyon, tehát az Magyarországon lévő vagyon, az a követ egy rendszerváltó koalíció politikai hatalom esetén nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is, hogy ezektől az emberektől elvegyék. Van előnye, hátránya, tehát most a bűnszervezet oldaláról nézem. Orbán Viktor szervezete 2010-ben még azért próbálkozott odafigyelni, hogy látványosan a törvényeket alkot róla a törvény, stb. Tehát hogy olyanokat tegyen, és úgy erősítse a NER vagyonát, hátterét és lépéseit, olyan lépéseket tegyen, amelyet egy esetleges váltás esetén, egy esetleges rendszerváltás, vagy a parlamenti bukása esetén, mondjuk nem lehet tőle elvenni, tőle vagy a NER-től elvenni, és pozíciókat szerezni a gazdaságban. Azt gondolta, hogy például ehhez nagyjából elég, ha mondjuk a megváltoztatja úgy kétharmados szabállyal mondjuk az ügyészség vezetőinek mondjuk kinevezését,
hogy ezeken a területeken, ha őt le is váltják, az ügyész ne lehessen leváltani még vagy 10 évig, és az alatt a vagyon úgymond elbirtoklódik. Tehát ha az alatt az ügyészség miatt, mintán közvagyon, nyilvánvalóan köztörvényes bűnnek kellene minősíteni, azon a módon kellene eljárás folytatni, tehát hogy egyfajta védelmi állapotokat kitenni. Ezért nem lett volna jogilag könnyű, de akkor se lett volna lehetetlen, mert a bűn bűn. Az csak jogi felkészültségi kérdés, hogy bebizonyítsd, mert be kell bizonyítani a bűnről, hogy bűn, és a bűnnel szerzett vagyon az visszavehető, sőt, ha bűnnel szerzett vagyonnak egy része már nem látható, már nincsen meg, akkor a nem bűnnel szerzett vagyonnal a teljes vagyon elkobzás is elérhető, és az illetőket börtönbe is lehet zárni szándékosság esetén. De ez a hosszú idő, a 2010 óta, ami eltelt. Most azt lehet mondani már, hogy 2016-17-től kezdődően egyre vadult az Orbáni rendszer. És ma már azért minden áron, mint a sarokba szorított farkas, meg kell, hogy őrizze a hatalmát, mert már úgy szerezte meg a kérdésben szereklő vagyontárgyakat, hogy az fekete-fehér törvénytelen. Nem lehet ellenérték nélkül kastélyokat tudatni. Nem lehet magánalapítványokká tenni, úgymond állami alapítvány, de az alapi alapítvány kuratóriumába olyan szabályt hozni, hogy az ő kinevezetjeit nem lehet leváltani, ezáltal ki lehet mondani, hogy az magánalapítványá vált. És magánalapítványokká nem lehet odaadni magyarországi egyetemeket. Ellenérték nélkül, korlátlan befolyásolással az egész rendszerben. Tehát nem lehet odaadni olyan mértékű előnytelen és nyilvánvalóan korrupciós módon az autópályákat. Nem lehet odaadni a Vodafont, átjátszani részvény, megveszem közpénzért, vagy részvénycseréke. Bankokat megveszek pénzért, majd föltőkésítem, majd különböző módon átjátszom magyar a NER magánbankjaivá. Ugye? Hogy ezeket már olyan látványosak, hogy ezeket a hatályos törvények szerint se lehet megtenni. Ezért, ha az Orbáni hatalom bukik, akkor ezt a ma hatályos törvényeknek megfelelően is, egyrészt az érintetteket, beleértve a kedvezményezetteknek is, a börtönbe tudnak kerülni, hiszen nyilvánvalóan társtettesként vettek részt bűncselekményt is kimerítő vagyon átjátszásba, sikkasztásba, nevezzük akárminek, ütlenkezelésnek, ez majd a megfelelő jogi eljárásoknak válik a részei, úgyhogy azok visszavehetők. Nyilván nem minden. A külföldi vagyonnak is, próbálj gyorsan mondani, a fejlett országokban is azért, de higgyétek el, nem Moszkvában vásároltak Mészáros Lőrincék, vagy Tiborcz István, vagy Orbán Viktor környezete, rokona és a többi, nem ott vagy Matolsi György fia és környezete, de van nem Leningrádon, nem Moszkvában, nem Szibériában vásárolt ingatlanokat, hanem az Egyesült Államokban a legdrágább ingatlanokat, London legdrágább ingatlanjait. Tehát mert hogy a gyerekeiket is nem orosz egyetemekre, hanem a nyugati egyetemekre szeretik vinni, és a vagyontárgyaiknak is jelentős része ott van. Na, azek a vagyontárgyak szintén visszavehetők, ha ott egy nemzeti bíróság majd megállapítja, hogy ez bűncselekményből származott vagyon, akkor ezeknek az eljárás kezdetén le lehet foglalni, és az eljárás végén pedig vissza lehet Magyarországra hozni. De hát vannak olyan országok, vannak olyan térségek, jelentős vagyoni elemeket vitt ki az Orbáni rendszer mondjuk Erdogánhoz, Törökországba. Igen jelentős vagyonkijátszás van az émény szerint, nagyon határozottan hiszen mondjuk Azerbajdzsánba. Ezeken a Katarban, ezeket a vagyonokat, hát ezek nem lesz egyszerű visszavenni. Visszavenni, bár érdekes jogi helyzetek fognak tudni kialakítani, ha a végső tulajdonosaik mondjuk börtönben ülnek. Úgyhogy erről ezt tudnám ilyen röviden megválaszolni. Iván kérdezi, hogy most tudok szintén csatlakozni, nem látok, nem, ez ugyanaz volt, bocsánat, itt még egyszer olvasom. Juditka kérdezi, Tange Juditka, hogy amikor az ország teljes amortizációja
lezajlik, ki fog az állam kasszába fizetni, fiatalok elmennek, az idősek meghalnak. Judit, igaza van, de nincsen. Igaza van, de nincsen. Igaza van, mert az Orbáni rendszer nem pár évet került hatalomra. Azt egy ország valahogy kiheveri. Tehát abból valahogy azt el tudja viselni, és utána, ha mondjuk 2014-ben lesöpörték volna a Fidesz-KDNP-t, megjegyzem, mindössze 43%-ot kapott akkor mondja a társadalomtól, de hiába próbáltam győzködni az akkori és mai ellenzéket, hogy minden egyes felszólalásukban a parlamentben mondják azt, hogy a kisebbségi kormány ezen és egyen is itt intézkedéseit gyakorlom, mert csak a mandátumoknak volt a 66%-a Fidesz-KDNP úgy tetszik birtokában az észében. A szavazáson elérjük eredménye 2014-ben, ha jól emlékszem, 43,6, de biztos, hogy 44% alatt volt. De mindegy, ha akkor elsöpörtük volna a politikából, a magyar társadalom nem szavazta volna meg, leváltotta volna a kormány Fidesz hatalmat, akkor kisebb károk értek volna, és viszonylag gyorsan az elmaradt 4 éves visszaesés, stb. Azt be lehetett volna hozni. Most már több mint 11 néhány év. Ha az első Orbáni kormányzás, hogy tekintem 17-18 év alatt, bizony olyan károkat is okozott az Orbáni rendszer, amelyeknek a helyreállítása 10-15 évben is tarthat. 15-20 évben. És az alatt a világ egyébként valószínűleg fejlődik. Tehát azért hát egy nagyon rozogó artóval fogunk menni utánuk. De ezért ez egy kis ország. Tehát a valóságban, amikor azt mondjuk, hogy hát itt van, milyen gyönyörű, az egy gyöngyszem, de kis ország. Ez a kis országot azért könnyebb mondjuk egyenes pályára tenni, mintha ugyanezt az írtózatot Orbán Viktor mondjuk Angliába követte volna el, vagy Németországba, vagy Franciaországba. Ha ők maradtak volna el évtizedekre a környezetüktől, kerültek volna a középmezőnyből, vagy az élmezőnyből, például az Európai Unió legvégére, utolsó helyére. Ugye, hát akkor ott az egy nagy kihívás. A 10 milliós ország talán nem akkora kihívás. És ahogy 90-ben én érzékeltem, elnézést kérek, érzékeltem egy erőt a magyar társadalom, a 89-90-ben a rendszerváltásban, egy bizakodás, hogy fogunk valamit csinálni, és nagyobb magasságot fogunk az atlétikai pályán átugrani, mint amennyik eddig sikerültek az edzése. De egyszerűen hiszünk benne, és ez átugor. Ezt lehet azt mondani, hogy túlzott optimizmus. De tudományosan is alá tudom támasztani. Az optimizmus a GDP százalékokat jelent. Az ugyanis, csak egy egyszerű példát mondjak, hogy létrehozunk egy vállalkozást, amely munkahelyet teremt, adókat fizet be, ugye, embereket foglalkoztat, annak vásárló erejét hozza létre. Az egy jövőbeni bizalom. Tehát, hogy létrehozok-e egy vállalkozást, ahhoz azt kell hinnem, hogy itt jó lesz. Tehát ez az ország fejlődni fog, gazdagodni fog, és ezért az én jó ötletem sikerre fog menni. Ha nem bízok benne, ha úgy van, mint ma Magyarországon, hogy nagyon sok magyar nem fideszes vállalkozás, ha nagyon sok alatt értsétek, a sikeres vállalkozások 80%-át. Ha azok nem kötődnek az Orbáni rendszerhez, akkor ma arra figyelnek, hogy a sikerességük ne legyen túlzottan látható. Egy bizonyos méret fölött ne lépjenek előre, mert Lázár János és bűntársai nem csak az osztrák, francia és német építőipari cégeket, hanem ha ő nem fideszes, akkor a magyar építőipari cégeket is megkívánja. És elmondja nekik, ne keressetek produkciót, mi vagyunk protekciót, mi vagyunk hatalman, tedd le a lantot, és add el a NER-nek.
Ugye? És teszek neked egy ajánlatot. És hiába építetted föl nulláról, és ez az életed, akkor azt fogja mondani, hogy akkor tönkreteszlek. Ezért oda kell, hogy add neki. Na, ebben a környezetben sikeres vállalkozás, a legsikeresebb vállalkozások, akik nem kötődnek a NER-hez, nem fejlesztenek mi. Azok sem, akik tudnának. Aztán nagyon sokan meg nem tudnak, az már a Fidesz kormánynak hibája. De aki tudna, mert még így is olyan sikeres, az sem fejlesz. Egy Orbán rendszer elzavarása után, ugye, ott, amikor ugyanazok a vállalkozók, azt mondja, hogy itt az idő, itt a lehetőség, megúsztam, nem tudom, vagy létrehoztam, és elkezd és belevág. És ha többe vág bele, és akkor több vállalkozás kezd munkahelyet teremteni, és a többi, és ez a lendület GDP-ben megjelenik. A vállalkozás a jövőben lévő hit, ha az optimizmusra, jókedvre, stb. Alapít, akkor az fejlődik. És ezre mondtam, hogy ez egy kicsi ország. Ha itt ezek a vállalkozások lendületet kapnak, és nem az van, mint most, hogy a vendéglátóhelyek, vagy a kiskereskedelmi egységek fele bezárt az elmúlt 5 évben, hanem hirtelen rengeteg kinyílik. És akkor nem lesznek még új atomosokból több, de mondjuk rengeteg családi házba, a kertbe kinyitják a csapot, és kiírják, hogy itt kézzel mosom az atót. És újra elkezd egy lendület venni, és akkor ebbe hisz a fiatal, és nem megy el külföldre. Esetleg elment külföldre, azért a külföldön élő magyaroknak nagyon nagy aránya, nem az összes közülük, nagyon sok, családot alapított, sikeres lett, és már onnan nem nagyon lesz hazahúzható. De azért nagyon sokan vannak most is még kint, akik olyan munkákat látnak el Nyugat-Európában, nyugodtabban élnek, a nagyobb az anyagi biztonságuk, még valamennyi pénzt haza is tudnak küldeni a szüleiknek, de azért olyan munkát végeznek, amelyet nem az álmuk. Gondoljatok bele abba a tanárba, most sajnos a neve nem jut eszembe, nagyon becsülöm, akiről azt hiszem a tanítalék mozgalomnak is az alapítója volt, ha jól emlékszem, elnézést a keveredek, de biztosan az elmúlt hetek híreiben is szerepel, akit a tankerület egy fideszes, alulképzett, egyébként erkölcstelen tankerületi vezetők kirúgtak az állásukból, elment, már nem emlékszem melyik északi államba, talán Dániába, és onnan hallottam a múlt héten a hírt az egészében, hogy nyugodtabban él, takarít. Én azért, de tanár volt, és a tanári hivatását imádta. Azért őket haza lehet hozni. Ja, haza lehet hozni. Ma azt mondja, hogy az a tankerület, hogy egy ilyen tankönyvből Orbán Viktor dicsőített oktatást végezek, de ezt nem csinálom. Bármennyire is imádok tanít, nem csinálok. Inkább elmegyek Dániába, nyugodtabban élek, és takarítok. És ott kihúzom, és ha a magyar társadalom elzavarja ezt a gazembert, és elzavarja a tankerületekben lévő fideszes gazembereket is, akkor azonnal hazajön. Úgyhogy azért ne adjuk föl, ezt akartam ebből Évának kitenni. Úgy láttam, hogy a legtöbb kérdésre sikeresen válaszoltam, egy-két percünk van hátra, erre figyelek. Mindenképpen nézzétek meg a szuverenitásvédelmi törvényről lévő bejátszásomat, nézzétek meg a halálangyalát, ez az első résznek szántam egyébként, amely a nyugdíjasokról, a nyugdíjrendszerről szól. A második rész az pontosabban fogja bemutatni az egészségügy kifosztását. És azt szánom, de ezek nagyon komoly szakmai felkészülést igényelnek, hogy fekete-fehéren, akár bíróság előtt is leállva az ember kimondja, hogy Orbán Viktor a magyar halál angyala, akinek az én leghatározottabb véleményem szerint, és erre be tudtam mutatni nektek hiteles adatokat, több tízezer idős ember haláláért felel. Ha az ember ugyanezt az egészségügy kapcsán, vagy az oktatás kapcsán kell bemutatni, ezekre fel kell készülni, ezt feltétlenül javaslom, hogy osszátok is egyik oldalról, hiszen talán ezzel az adással lehet a nyugdíjas társadalommal
megértetni, elfogadtatni, hogy rossz, be vannak csapva, nem ismerték fel a saját érdekeiket, és messze az országos átlag felett szavaztak Orbáni rendszerre, aki egyébként pedig közülük nagyon sokak halálához is vezetett. Ugyanez mondom, lényeges volt a elmezavarról, nem a szuverenitásvédelmi törvényről. Egyszerűen nem tudom, hogy miért nem tudok megfelelően lapozgatni, de hát majd megteszem. Mindenképp akartam beszélni, ez egy mondat, hát is csúszok két percet, mindenkitől elnézést kérek. Hát ma nem tértünk ki, hogy hogy áll az Európai Uniós beadvány az Európai Unió bizottságához. Hát itt látjátok, ugye ez bejelentésre megtörtént múlt hét csütörtökön, hogy nyilatkozatban vállalta az összes európai parlamenti képviselőnk, hogy ennek a beadványnak az élére áll és menedzselni fogja az Európai Unió bizottságába, de hát ők járják az országot, és azért is volt sürgős múlt héten, mert e hét elején volt Strasbourgban a parlament idei utolsó ülésszaka, ahol végre nagyjából egy helyen voltak. És ez nagyjából egy helyen a dolog sikerre ment, láthatjátok a képernyőn, a dolog sikere ment, minden 8-an a beadványt aláírták, ezt így kivetítettem nektek, és hát ott ez a beadvány a mai nap átérkezett Brüsszelbe. Azt nem tudom, nem kaptam ma még hírt tőlük, hogy sikerült-e kézbe, ha úgy tetszik, kézbe a brüsszeli bizottság éppen beadni, mert ott van a csúcs találkozó, ott van a csúcs találkozó, elképzelhető. Én legalábbis azt mondom, hogy majdnem csoda kell hozzá, hogy be lehessen menni, mert akkorák a biztonsági intézkedések, a bizottság épülete körbe van zárva. Hivatalosan ennek holnap vége van, és akkor holnap délután be lehetne adni, de legkésőbb hétfőn szerintem a beadás is megtörténik. Ezt azért mindenképp szerettem volna nektek elmondani. Beszéltük a bizottság üléséről. Tetten ért elmezavarról is szólt egy előadásom a héten. Ezt is javaslom, nézzétek meg. A héten lett a gazdasági kabinet vezetője Nagy Márton, aki tényleg egyébként szakmailag is teljesen felkészületlen, de a lényeges része az, hogy teljes mértékben, még ha valamit véletlenül olvasott volna, tudna, azt is alárendelte Orbán Viktor megszólalásainak, és hát elmagyarázta, hogy Magyarországnak most arra kell fölkészülnie, hogy német gazdaság válságba fog menni, és a német gazdaságból, a válságból menekülő német vállalkozások el fognak jönni Magyarországra, és itt fogják a vállalkozásokat folytatni, mert mi adjuk számukra a biztonságot. Az már csak habolt a tortán, hogy politikai menekültnek tekintette azokat, akik gazdasági okokból eljönnének Németországban. Egy olyan országban, ahol idén is, és jövőre is háromszoros az infláció, mint Németországban. Ők köszönik szépen, egyébként jól vannak, és Magyarországról inkább kivonulnak, és a Német-Magyar Gazdasági Kamara talán egy héttel ezelőtt figyelmeztette a magyarországi német vállalkozásokat, hogy azért fontolóra vegyék, hogy mennyit fejlesztenek és maradnak-e Magyarországon, mert bizonytalanak, hiszen Lázár János például német építőipari cégek befektetőinek és tulajdonosainak és vezetőinek azt mondták, hogy vonuljon ki az országból. Úgyhogy a folyamat teljesen ellentétes, de tényleg azt gondolom, itt láttok egy gumiszobát egyébként, hogy nem csak végtelenül buta, hogy az alapvető fogalmakkal sincs tisztában Nagy Márton, a gazdasági kabinet új lojális vezetője, hanem tényleg ez már az elmezavar szintjén van. Az inflációról is beszéltem a héten, vagy talán még az előző héten, amelyben azt mutattam be, és ezt is a gondolom, akkor nézzétek meg, hogy Magyarországon az én véleményem szerint, és ezt majd számon kérhetitek, eszem, ez december 3-án jelentettem be, hogy nem lefelé megy, az fog menni az infláció, ennek van egy közgazdasági oka, miért most lefelé ment, hanem fölfelé fog menni, és nem 6% lesz az éves átlag, hanem 8-10%, évvégére pedig egészen biztosan kétszámjegyű, kivéve ha leváltjuk Orbán Viktort. Na, a többiek maradnak későbbre.
következő csütörtökre. Egyébként az unió újratervezését érintettem az előbb. Itt van az a 132 gazember, aki társtettes, és a héten egy nagyon komoly bűntársak az én jogi véleményem szerint, amikor a szuverenitásvédelmi törvényt elfogadták, nem megbocsátható. Ők ellenben azok az emberek, akikre figyeljetek oda, minden alkalommal bemutatom. És hát köszönöm nektek, köszönöm mindazoknak, akik itt voltatok ma velem, köszönöm annak a 70, több mint 72 ezer követőnek, aki követi az oldalt. Ha gondoljátok, hogy hasznos volt, akkor osszátok, és amíg nem tettétek meg, akkor kövessétek, vagy itt a Palotás Szubjektív oldalt, vagy iratkozzatok föl a Palotás János YouTube csatornájára. Hát a legjobb, ha mindketten, és higgyétek el, egyiken sincsenek kereskedelmi hirdetések, tehát semmi olyan érdekem ehhez nem fűződik, amelynek anyagi húzadéka lenne. Egy másik érdek viszont fűződik, de az közös érdekünk, hogy a megszólalásaim, ha minél többekhez jutnak el, akkor ez a közösség erőt tud mutatni, és ráadásul, ha minél többen követitek az oldalt, akkor a magyar ellenzéki politikai civil szervezetek, szakértők egyre jobban odafigyelnek arra, ami itt elhangzik. Úgyhogy ez rajtatok is múlik. Köszönöm szépen még egyszer, további szép estét kívánok. A segítségemnek nagyon szépen köszönöm, hogy Ádámnak, hogy ma este is segített a kérdésekkel, és utána holnap még egy munkanap van, és hétvégén pedig egy szép hétvégét kívánok. Hát, már nagyon kevés van szent estéink, amit minden nap számolnak az unokáim. Szervusztok, de jót kívánok!